Meghívást kapott Dániel Figergői zenekarra az idei Sétatér Fesztiválra. Nem először jár Pécsen, szereti a várost, annak hangulatát, közönségét. Ajándék számára a pécsi tartózkodás, zenekara 6 éves lesz hamarosan. Mindig is az volt a vágyam, hogy legyen egy zenekarom, legyen egy baráti köröm, egy társaságom, akikkel mi együtt toljuk ezt a szekeret, együtt utazunk a buszba, és együtt koncertezünk, és egy ilyen egy családot így létrehozni lényegében. Állok a sarkon az éjszaka, én kirem el, jöhet még egy kör, ez a tánc enyém. Van az új, hogy harcolni kell a boldogságért. Nézem a csillagot, szép szemedet, de semmi éjszaka még te mered. Ez a most év, elkísér, a egyre népszerűbbek, ugyanis a határon túlra is sikerült már eljutniuk koncertezni, ahonnan szintén jó emlékekkel tértek haza. Az igazából ilyen 2-3 koncert volt, tehát nem volt úgy turnénk, hogy akkor Erdélybe tolunk egy turnét, hanem az volt, hogy ahova hívtak minket, elmentünk. Gyergyószent Miklóson játszottunk például 4-es Street zenekarra, az viszonyat nagy élmény volt szintén. Ezeket kell meglátni ebbe a zenédésbe, hogy utazhatunk, koncertezhetünk, és együtt lehetünk. És szerintem ez bármennyire is kicsit klisésre hangzik, de ez nekem ez nagy dolog, és örülök neki. Többféle műfajba is elkalandozik, mindenféle zene megtalálható repertoárjában. Maga írja dalait, eddig 3 albumuk jelent meg, most írja a 4. Mindent én írok, és beviszem a zenekarnak már a majdhogy nem kész dalt, és akkor közösen megfejtegetjük, elmondják a véleményüket, de én abban hiszek, hogyha ha valakinek megszületik a fejébe egy gondolat, az vigye végig, mert úgy lesz jó. Klarinétoztam 3 évig, és szaxofonoztam 3 évig, és hát egy kicsit gitároztam még 1 évig. Latin, roma, pop irányba hajlik a zeneisége. Ennek különleges oka van. Azokban az akkordokban, azokban a dallamvilágokban olyan életérzés van, ami engem boldoggá tesz, olyan felszabadultál. És nem is tudom, hát ez tényleg csak nem lehet ezt így megmagyarázni, mert hallgat az ember egy zenét, és vagy tetszik neki, vagy nem. És én ezeket szoktam hallgatni, a cigány zenét, népzenét is egyébként, csak megpróbálom egy kicsit ötvözni a pop világgal és a latin világgal, és akkor ebből lesz valami fajta Dániel Fi. A nyári koncert turnénk dalai lesznek hallhatóak ma este folyamán, amit egyébként majd jövőre bővítünk a 4. lemezzel, tehát lényegében néhány dal már mostanában fog felcsendülni utoljára ezen a nyáron. Dániel Figergő azt mondja, a színész és a zenész életet jól össze lehet egyeztetni, ehhez pedig egy jó határidőnapló kell. Most azonban a zenélés van előbbre az életében. A 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi előválogatójában az év felfedezettje díj nyertesének.